A helyi közösségi közlekedés egyik legnagyobb problémája, hogy elöregedett és környezetszennyező járműpark szállítja Nyíregyháza lakóit. A probléma orvoslására 100%-ban támogatott pályázatot nyert el a város, amelynek célja a szolgáltatások minőségének javítása. A projekt részeként 41 darab CNG, vagyis sűrített gázzal működő, és 6 darab elektromos meghajtású autóbusszal gazdagodik a jelenlegi járműpark. Ez egy 7 milliárd forintos összegű EU-s úgynevezett ikopos pályázatunk, amit megnyertünk. Ennek kb. 5 milliárd forint az a része, amiből 41 ilyen modern gázüzemű CNG-s buszt szereztünk be. 41 ilyen busz érkezik, jövő keddig, 31-ig átvesszük az összest, és terveink szerint február 1-től útvonalbejárásokra indulnak a buszok, meg kell nézni, hogy mindenhol tudnak-e közlekedni. Mások a méretek, főleg magasabbak ezek a buszok a régieknél, nem kell egy ágot levágni, vagy hasonló feladatokat előtte elvégezni. És február 15-től próbaüzemszerűen, menetrendszerűen indulnak a buszok, a próbaüzem egy hónap lesz, de ez azt jelenti, hogy már február 15-től mindenhol láthatjuk ezeket az új buszokat. Az új CNG buszok közül 5 csuklós, 36 pedig normál méretű. Jelenleg 84 darab autóbusz teljesít szolgálatot, 72 folyamatosan és 12 tartalékban. Az új, modern buszok a legelavultabbak helyére érkeznek, azokat teljes mértékben kivonják majd a forgalomból. Ezek az új buszok 0 kilométeresek, és azok a kényelmi szolgáltatások, amelyek a 21. században elvárhatóak, mind megjelennek rajtuk. Minden buszon ingyenes wifi van, tehát az utazóközönség számára használható wifi biztosít. Emellett az utastájékoztató rendszere, amely nem csak ugye a belső monitoron jelenik meg, hogy milyen állomás, milyen megállóhely következik, vagy éppen honnan ment tovább a busz, hanem be is mondja ezt tulajdonképpen minden egyes megállónál. Ez nyilván, aki vakok, gyengénlátók számára ez egy nagy segítség. Maga a busz környezetvédelmi paramétereit illetően nagy előrelépés, ez a CNG hajtás, ez egy olyan alternatív technológia már, amely nem csak a hang és zajterhelés tekintetében nagy előrelépés, hanem a károsanyag kibocsátás vonatkozásában is. Számítások szerint ez a 41-es flotta mintegy 25 mázsányi károsanyaggal kevesebbet fog kibocsátani, mint a korábban szolgálatban lévő elődei. A 41 új busz szolgálatba állításával és a továbbra is működő Solaris autóbuszokkal Nyíregyháza előkelő helyre lép a megyei jogú városok rangsorában, hiszen 5 éves átlag életkorú buszflottával fogja helyi tömegközlekedést biztosítani.